Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Krúdi Tamás vagyok, Zsófival, a feleségemmel mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái, Szociális Testvérek Társága által indított podcast sorozat. Mai vendégeink a Farkas Ferenc 8 Boldogság közösségnek a tagja, Hódmezővásárhelyen élnek, és a fia Áron, Farkas Áron, akikről egy nagyon-nagyon húsba vágó és nagyon érzékeny témáról fogunk beszélgetni, ez pedig a függőség. Mind a ketten, azért van itt apa és fia, mert mind a ketten megtapasztalták ennek a poklát, és átmentek rajta. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és tényleg erről a nagyon, hát azért húsba vágó ez a téma, mert nekem az a fix meggyőződésem, hogy mostanság a függőségeknek a korát éljük egyáltalán. Tehát itt nem vannak társadalmilag elfogadott, meg nem elfogadott függőségek, van, amelyik talán még társadalmilag támogatott is, mint ilyen munkaalkoholizmus, hogy az ember halálra dolgozhatja magát, vagy esetleg az egészségmánia. Tehát az emberek valami, én arra tudok gondolni, aztán majd javítsatok ki, hogy ez így van-e vagy sem, de hogy alapvetően az Isten, az az űr, amiről a Szent Ágoston is beszél, hogy van egy Isten alakú űr a lelkünkbe, és azt próbáljuk meg valamilyen módon mi a különböző függőségeinkkel betölteni, hogy ezt igaznak gondoljátok-e vagy sem, meg hogy egyáltalán az egész korszak, na mennyire jellemző ez, hogy valami után vágyakozik, nem tudja mi az is, megpróbál pótszereket találni. Hát mindenképpen így van, ahogy mondod. Mikor belekeveredtem a saját függőségeimbe, akkor így ezt nem fogalmaztam meg, de a megtérésem meg a szabadulásom útján így konkrétan szembesültem ezzel a valósággal, hogy ez egy nem is jó szó, hogy Isten pótlik, hanem tényleg van bennünk egy űr, amit csak Isten tud kitölteni, és bármit is töltök magamba, ezt nem tudja pótolni, de azért az embernek először az van közel hozzá. Tehát valami hiányzik, esetleg olyan, amit nem kaptam meg az életemben, gyerekkoromban, fiatalságomban, de lehet, hogy ezt se kell hozzá, egyszerűen csak hozzányúltam valamihez, amihez nem kellett volna, és már is kialakult a függőségem, mert az én esetemben például erről van szó, vagy volt szó, de aztán a gyógyulásom útján találkoztam azzal, hogy ez valóban sokan így élték meg, hogy van egy olyan dolog, amit nem tud bennünket kielégíteni, nem tud kitölteni csak az Isten, de nem jövünk rá akkor és ott, amikor iszunk, drogozunk, dohányzunk, vagy valami, amiket említettél, a munkát. Igen, vagy ez a fitness őrület, az is benne. Feri, a te történeted az úgy zajlik, hogy ha jól tudom, hogy te már ifjúkorodban és egyetemista korodban is nagyon kereső voltál, tehát kerested az Istent, és egyszer csak találkoztál vele, és, de hogy addigra már, nem is tudom, addigra már kialakult bizonyos fajta alkoholfüggőség az életedben. Annak akkor vége lett, amikor Istennel találkoztál? Annak akkor vége lett. Erről írtam is ebbe a könyvembe, ide is kerültünk. Igen, igen. Én igazából már 14 éves koromban találkoztam először az alkoholral. Most így készültem, fölidéztem azt a pillanatot, azt az eseményt, aminek kapcsán ez először létrejött ez a találkozás. Én irodalomszínpados voltam a gimnáziumunkban, és akkor valahol vidéken fölléptünk a kis színpadcsoportunkkal. Jó, sikerült, és akkor elmentünk ünnepelni, és akkor az idősebbek mondták, hogy menjünk a kocsmába, ez Békés Csabán volt. Mit iszol? Hát se tudtam, mit mondjak. Hát ti mit isztok? Mi matrózfröccset iszunk? Hát se tudtam, mi az. Akkor én is azt iszok. És megittem 3 matrózfröccset, én olyan beteg voltam, hogy azt hittem meghalok. A matrózfröccs szerintem, ha jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, én katonaságnál találkoztam vele, az egy fél liter sörbe beleengednek egy feles vodkát, ugye? Ez rumot. A matróz. Vagy akkor rumot. Hát azért matróz. Azért matróz, bocsánat, persze. Az ezzel kezdeni azért az első. Igen. Hát nem tudtam, hogy mi az. És hogy nem utáltad meg egy egész életre? Hát pont ez az érdekes, hogy nagyon beteg lettem, de hogy később egy felnőtt fejjel való gyógyulás, hosszabb gyógyulásom útján találkoztam ezzel, ott azt tanították nekünk, hogy azonnal kialakult a függőség. Nem mindenkinél, de egy ilyen találkozás. És én bennem nem az volt, hogy soha többet nem iszok, hanem hogy rosszul csináltam. Nem kellett volna összekeverni a sört a rummal. És ettől kezdve középiskolás koromban elég aktív
alkoholfogyasztó voltam, hát amikor ugye lehetett így ilyen bulikon, vagy hétvégéken, vagy valami kirándulásokon, elkezdtem dohányozni is, és mire már egyetemista voltam, egyetemi éveim elején én Budapestre fölkerültem Hódmezővásárhelyről, az is egy ilyen nagy fordulat, nagy változás volt. Ott belevetettem magam 80-as évek elején barátaimmal együtt a pesti életbe. Azt én is ismerem. Igen, mert azt hiszem, hogy korosztályban. Igen. Akkor el voltunk ámulva, hogy mennyi lehetőség van a szórakozásra, idézőjelbe téve. De a lényeg az, hogy én már 20 évesen azt mondtam, hogy ahogy én viszonyulok az alkoholhoz, az nem normális. És jó volna ettől szabadulni, de nem tudtam, hogy hogyan. Míg aztán volt egy erőteljes Isten élményem, találkozásom az ő valóságos szeretetével, jelenlétével, több találkozás, élmény hatására, és akkor menyasszonyommal, mostani feleségemmel imádkoztunk, hogy tudjak megszabadulni az alkoholtól, és akkor eltűnt az életemből. És addig Erikának semmi kifogása nem volt ellen? Tehát emiatt nem ostorozott téged? Meg nem mondta azt, hogy na hát, ha nem szoksz be, akkor nem, ne is gondolj rá, meg ilyesmi? De, és hogy nem. Tehát ebből igazából nem voltak köztünk konfliktusok, mert ez úgy volt, hogy én Pesten tanultam, ő Debrecenben, amúgy gimnáziumi osztálytársak voltunk, tehát ott kezdődött a kapcsolatunk. Én csak utólag tudtam meg, hogy ő igazából már akkor elkezdett értem imádkozni, neki is volt egy Isten találkozása, Isten élménye, amikor én még erősen ittam, de nekem erről semmit nem beszélt, semmit nem mondott, de igazából az volt az értemvaló imájának a mozgatórugója, hogy így nem jött hozzám feleségül. Én nagyon szerettem volna feleségül venni, ahhoz velem történik-e valaminek, csináljon velem valamit. Tehát az akkor Isten. Ez egy motiváció volt, hogy te szeretted volna őt feleségül venni, és akkor igen. Ez kvázi feltételként mondta, hogy... Nem mondott ő semmit, csak imádkozott érte. Csak Istennek adta feltételt, nem a Ferinek. Isten ostromolta, és nem a Ferit. Nem, és ez valóban szerinted ez egy jó módszer, hogy nem téged, hogy ez így mint egy függő embernek, hogyha téged mondja az, hogy hagyd abba, mi segít jobban, hogy ez működik, vagy nem működik? Mivel, hogy majd biztos szóba kerül ez is, később egy jó 10 év után visszaestem az alkoholizmusomba, és akkor már egészen más ultimátumok elé állított szintén a feleségem, de akkor első alkalommal ez is célra vezető volt. Lehet, hogy akkor és ott, amikor én 20 éves voltam, lehet, hogy nem tudtam volna úgy fogadni, vagy úgy befogadni az ő szóbeli intését, vagy ösztönzését, hogy ne igyak, vagy igyak kevesebbet, vagy hagyjam abba, de hogy ő Istenhez fordult, és Isten valahogy engem is elért, én hiszem azt, hogy az ő imáinak a hatására is, meg hát én is kerestem, szomjaztam igazából, amit nem tudtam az itallal igazából betölteni, pótolni. Akkor is ott ez nagyon célra vezető volt, mert én aztán úgy szereztem tudomást arról, hogy Erika már egy éve imádkozik ezért, az én változásomért, hogy én találkoztam Istennel, és elkezdtem keresni annak az útját, hogy szabad is legyek a függőségeimtől, és eljutottam arra pont, hogy elmondom ezt neki. Elújságolom. Mit fedeztem föl? Mit találtam? És akkor én mondta, hogy hát ő már egy éve hisz Istenbe, és minden nap imádkozik értem. És a gyerekeitekkel erről beszéltetek, majd milyen érdekes, hogy ezt így mondják, hogyha a ki nem beszélt dolgok, az így generációról generációra emlék átadódnak, és hogy Áron, te meg pont 14 éves voltál, amikor a droggal találkoztál, vagy nálad indult. Igen, milyen érdekes, mint hogyha minta ismétlés. Igen, valahol én is egy kicsit ezt gondolom, hogy több esetben nekem is egy nagyon nagy élmény volt édesapám könyvét olvasni, még akkor is, hogyha én rengeteg történetben így benne voltam, meg első kézből megéltem, de mégis voltak benne olyan pontok, amik számomra is meglepőek voltak. De Áron is minden így történt, tehát szerintem. Igen, abszolút. De hogy engem is elgondolkodtatott, hogy tehát édesapám
múltjából bizonyos pontok kísértetiesen hasonlítottak arra, ami aztán velem történt, vagy amit én éltem meg. Nem tudom, nekem is a motivációim, bár én kicsit úgy gondolom, hogy igen, tehát egyrészt egyet értek ezzel a bennünk lévő űrrel, amit Isten tud csak kitölteni, viszont kicsit így más oldalról boncolgatva talán egy kicsit így a pszichológia is, hogy nagyon sok fiatalkori és gyerekkori sérülés és trauma az, ami oda vezet, hogy aztán egyes emberek, mint az én esetemben, hogy komoly kábítószerfüggők lesznek. Tehát, hogy miután később én beléptem a Csanákuló közösségbe, és ott egy nagyon komoly önismereti utat is végigjárunk ennek a közösségnek a programjában, én ott döbbentem rá, hogy egészen kiskorom és fiatalkoromban néha egészen banális, egyszerű traumák, de amiket én nem tudtam földolgozni. Nem tudtam napirendre térni fölötte, és ezek voltak azok, amik oda vezettek, hogy szépen lassan, de én is így először is így eltértem a hittől, elvesztettem az Isten kapcsolatot, az Isten hitemet, ami gyerekként megvolt, mivel hogy így beleszülettünk, tehát én is, és a testvéreim is gyakorlatilag beleszülettünk ebbe, hogy a 8 boldogság közösség alapításában, illetve a Berkeiben voltunk, amikor mi kisgyerekek voltunk, és ezt egyrészt nagyon szép volt megélni, másrészt nekem ez is egy ilyen nehézség volt, amikor óvodába, később iskolába mentem, és hogy bennem ez is egy nagyon nagy törést okozott, hogy annyira két különböző valóságot láttam otthon és a világban, hogy egy ponton én nem tudtam magamat hova tenni ebben. És ugye egy nagyon nagy kettősség volt bennem, hogy voltak olyan dolgok, amik a világban tetszettek, és volt valami, amit megéreztem, hogy otthonról kapok meg. De egy ponton ez teljesen összekavarodott, és nem tudtam, hogy melyik lesz a helyes irány. És aztán én érzem azt, meg hiszem azt, hogy a szüleim mindent próbáltak megadni nekünk, de hogy mégis voltak olyan hiányok, vagy voltak olyan sérülések, amik bennem így azt ösztönözték, hogy inkább a világban kerestem a megoldást. Főleg így tínédzserként lám. Nem tudom, én otthon is nagyon értem ezt a lázadást, szerintem. De tényleg az ember belegondol, hogy nincs, tehát hogy még a legjobb akarattal sem tudsz nem traumatizálni a gyereket. Igen, tehát, igen. Nektek is 5 gyereketek van, és hogy az egyik ez ugyanazt a dolgot így fogadja, a másik úgy. Tehát, hogy ez a tehát, hogy ne traumatizáljuk a gyerekünket, ez egy olyan dolog, hogy ez, hogy akkor ne éljünk, ne nevetjük. És hogy valaki bocsánat, tehát hogyha valaki őszinte keresztény katolikus életet akar élni, akkor ez megspórolhatatlan. Tehát ez a kettőség, ahogy a világ és az otthoni élet, a szembefogás. Tehát itt szerintem ez az összes katolikus családba szembesülnek, hogy ez nem nehéz feloldani ezt az ellentmondást. És ugye és ott állunk a gyerek mellett, és nézni tudjuk azt, hogy ő milyen irányba indul el. Tehát van ebben azért valami kicsit rémisztő is, nem? Tehát, hogy az ember, mert nincsen eszköz a kezébe szinte azt érzi. Biztos, hogy van, tehát az imádság az sosem vészel. De azzal, hogy így egy ilyen közösségben éltetek, azzal ez nem volt még szélsőségesebb ez a kettősség? Hogy van a 8B, a 8 boldogság közösség, van ott egy élet, van ott egy igazság, van ott egy meg, és van a nagyvilág, amelyik mond valamit, mondjuk néha gyökeresen mást, mint amit a 8B-n belül tapasztaltam. Mondjuk tehát nekem pont egyébként akkor jött ki, amikor el kellett jönnünk a közösségből, és akkor utána azt hiszem, hogy az egész családra hatással volt, illetve hogy mindenkiben az egész családban okozott töréseket, és én nekem pont akkor volt az időszak, hogy 10 éves tinédzser voltam, lázadás, útkeresés, akkor valahol úgy éreztem, hogy én ezt a hitet elvesztettem, amit a szüleim próbálnak nekem átadni. Igen, tehát hogy ezt azóta is mindig gondolom, hogy kellett egy saját tapasztalat. Tehát igen, én első kézből láttam dolgokat a szüleim életében, meg valahol egészen piciként nekünk is voltak megtapasztalásaink, megtapasztalni az isteni kegyelmet, a gondviselést, ahogy a közösségben éltünk, de hogy mégsem volt egy ilyen mély saját tapasztalat és saját belső tapasztalat, amihez egy nagyon hosszú út, egy nagyon mély pontra kellett, hogy kerüljek, így az én függőségeimben, ami konkrétan egy kábítószer függőségben csúcsosodott ki, és ott is egy nagyon erős személyes istenélmény volt az, ami aztán így megváltoztatott, és a Csanákuló közösségbe vezetett, ahol pedig szintén egy hosszú évek útja volt az, ami amin elindultam így a gyógyulásom
Annyi kérdés van a fejemben. Tehát az egyik az pont az, hogy amikor találkoztok Istennel, ugye, és nagyon sokszor egy a karizmatikus, egyébként az ilyen pünkösdista kisegyházakban történik nagyon sok olyasmi, hogy valaki drogos, kábítószeres, alkoholista, mindenféle dolgokat csinál, és egyik pillanatra másikra, de egyik pillanatra másikra le tudja tenni, mert valami olyasmi eltölti. És hogy ugye az nem szóval, hogy ez van-e? Tehát lehet-e így lejönni a szerről? Tehát hogy az Isten azonnal eltölt, és azonnal kilöki azt a, mert akkor nem lenne szükség mondjuk csenakóra, vagy létezik ilyen, vagy nincs? Vagy ez valami más? Ez csoda. Szerintem létezik. Tehát én nekem is ez az első nagy élményem, ami 21 éves koromban történt, azok ilyen, szintén sok hatású volt, hogy Isten van, és hogy így szeret, és hogy mint a tékozló figyeljetek hozzá, és ezzel párhuzamosan el is tűnt a függőség, és hogy kérdések között is gondolkoztam, hogy tényleg Istentől is meg lehet részegedni, hát teli van vele a Szentírás, már az Ószövetségbe, és az apostolok cselekedeteibe is olvassuk, és akkor betölti ez a fajta szellemi öröm és részegség az embert, és nincs szükség a másikra. De ugyanakkor, vagy én visszaestem, mindenféle traumák, vagy életfordulók hatására, azt mondom, hogy nem azt hiteltelenítem, hogy ez az első nagy szabadulásom az nem igazi volt, hanem hogy a isteni kegyelemmel valahogy dolgozni is kell. Tehát én nem érzem automatikusnak azt a találkozás nélkül nem megy. Mert aztán én magam is egy olyan terápiára kerültem be, nekem nem volt csenákoló közösségem, de volt egy fél éves terápiám itt Magyarországon, ahol azt tanultuk az alkoholizmussal kapcsolatban, hogy csak Isten tud megszabadítani belőle. Vele kell találkozni, de közben hát egy bizonyos önismeret vagy szívós lépéseken keresztül ezt a találkozást be kell építeni az életembe. És én nagyon hitelesnek érzem azt a bizonyos első élményemet az Úrral és a szabadulásomat, és ment is az a szekér nagyon szépen és nagyon jól, csak amikor jöttek ezek a megrecsenések, akkor nem tudtam, hiszen elvesztettem azt a kapaszkodót, ami addig úgymond megvolt. De ez mutatja azt, hogy vagy a megtéréssel is kell dolgozni, hogy tényleg a szíven mélyéig átjárjon, és a gondolkodásodat, a reakcióidat is. És valóban én is olvasom ezeket a történeteket, a Nicky Cruise-nak a történetét, mondjuk a késés kereszt, meg a kereszt az aszfaltjungel, vagy ezek nagy olvasmányok voltak nekünk a frissen megtérteknek, hogy vannak ezek, de hogy ott is egy olyan közegbe, közösségbe ő is sokat foglalkozott, gyúrta magát aztán, hogy teljesen tényleg az az Isten, aki betölti bennünk azt a bizonyos űrt, az átjárja az életünknek minden felületét. És ez nem automatikus. Tehát a kegyelem nélkül nem lehet tenni szerintem semmit, még ha szívós elszántságom van is. Tehát az a terápia, amiben én részt vettem, ott is eljöttek oda emberek, akik mondták, hogy hát ők nem hisznek Istenbe, akkor mit csináljanak? Hát mondták nekik, hogy pedig itt valamit tenni kell ezen a területen is, mert és tényleg vannak, akik így jutnak el Istenhez. Hogy és megtértek ott a terápiában? Voltak, ott a terápián is megtértek, vagy pedig hogy évek után kialakult egy olyan Isten kapcsolat, ami úgy helyre tette ezt a... És benned nem volt ez, hogy hát mit jönnek itt nekem? Hát én terve vagyok Istennel, hát én itt a 8 boldogság alapítója vagyok, hát kit nekem? Tehát, hogy mit, szóval, hogy nem volt benned. Ez olyan érdekes, mert ez annyira eszembe jutott ez a Péternek, hogy igen, fölment a Táborhegyére, találkozott az Isten dicsőségével, és utána még el kellett árulni az Urat ahhoz, hogy ő utána igazán szolgálni tudja, hogy azt hinné az ember, nem, hogyha valaki ilyet látott, igen, a színeváltozást, akkor onnantól kezdve színe van az élete. Tehát egy kicsit, igen, erre várnánk mindannyian, hogy akkor valaki egyszer adjon nekem az Úristen egy olyan egyértelmű jelet, hogy mi, és akkor könnyű lesz majd eldönteni az életbe, hogy mi helyes, mi nem, hogyan kell menni, merre kell menni. Szóval kicsit vágyunk erre mindannyian. Igen, igen. De ez az, amit én most így 60 éves fejjel mondom, hogy ez így van, hogy
Tehát a csodák is nagyon fontosak, de önmagában nem oldja meg, nem old meg mindent. A kegyelem is nagyon fontos, és hát tényleg itt a könyvem első felében teli vagyok ilyen csoda történetekkel, de aztán mégis az van, hogy olyan módon, olyan mélységbe tud kerülni az ember, így magára maradva, vagy a közösségből, hogy eljöttünk, hogy hiába voltak azok, mint a Péternek is, most akkor takarózzunk bibliai szereplőkkel, így az első pápával, hogy ha az ő életében megtörtént, akkor az én életemben is, hogy ne történt meg, hogy elestem, elbuktam, az beszívott, hogy, és akkor végig már arra kellett gondolnom, hogy Isten elhagyott, elengedte a kezem, hogy egyenesen, hogy ő tehet róla, mert ha nem akarná, akkor nem lennék ott, ahol vagyok. És akkor ezek a gondolatok, ha nincsen, ami ebből kibillentsen, ez nagyon hamar egy olyan spirálba tud csavarodni, ami be tud szívni ugyanoda, ahol voltam. És ez főleg a függőségekkel így van. Tehát ott azon a bizonyos terápián is nagyon súlykolták bennünk, hogy a visszaesni könnyű, és hogy a visszaesés után nagyon hamar kialakul az az állapot, amiből mondjuk 10 évvel már kijöttél. Még szeretnék egy picit ez a gondolatmenethez így hozzáfűzni egyrészt szintén a saját tapasztalatomat, hogy én is egészen ezt éreztem, hogy az Isten élmény akkor olyan meghatározó volt, hogy nekem is egy ilyen kezdeti kegyelem, és én egyik pillanatról a másikra le tudtam tenni olyan szereket, aminek egyébként komoly elvonási tünetek voltak. Ez mit jelent, hogy milyen szereket? Hát én is ilyen úgynevezett könnyű drogokkal kezdtem, mint a füvércigaretta, később pedig nagyon sokféle fajta szintetikus drogot használtam, és igazából itt sok mindent egyszerre, amiknek azért így komolyabb tünetei és elvonásai vannak, de hogy amikor megvolt ez az Isten tapasztalat, akkor nekem is így, mintha ezt így elvágták volna egyik pillanatra a másikra le tudtam tenni, amit én is biztos vagyok benne, hogy a saját erőmből nem lettem volna rá képes, tehát hogy ez egy isteni kegyelem volt. De hogy ez csak a kezdés is, hogy édesapám is mondta, hogy a kezdeti kegyelem, és utána kezdődött egy hosszú út, ami nálam ugye a Csenálkuló közösség volt ez a meghatározó közeg, ahol azért így éreztem azt, hogyha, és voltak olyan pillanatok és nehézségek a közösségben is, hogy éreztem azt, hogyha nem lenne a közösség megtartó ereje, akkor nem tudom. Tehát, hogy igen, Isten így közel jön hozzánk, így megtapasztalunk ilyen csodákat és kegyelmeket, de hogy emberek vagyunk, és hogy itt vagy ott el fogunk esni, el fogunk bukni, illetve ahogy Isten segít nekünk, utána, hogy ott van a másik oldal, aki megpróbál elgáncsolni. Meg én is sokszor úgy érzem, hogy különösen azokat, akiket egyrészt egykor így a markában tartott a gonosz, így a függőségekkel, akkor azokat utána szeretné valamilyen módon visszaszerezni, és akkor lehet, hogy érzi, hogy oké, itt kijöttek, de akkor majd innen támadok, vagy onnan. És én azt hiszem, hogy ezeket megéltem, tehát, hogy ezt azóta is egy csodának tartom az életembe, hogy nem estem vissza a függőségeimbe, de hogy rengeteg ilyen belső harc és küzdelem van azóta is bennem, amikkel így érzem, hogy folyamatosan dolgozni kell, hogy nem tudom, ezt is úgy érzem, hogy édesapám így jól mondta, hogy nekünk is meg kell tennünk a magunkét, tehát, hogy Isten ad egy ilyen kezdeti kegyelmet, kezdeti löketet, de aztán van az a helyzet, amikor egy kicsit ez így elmúlik, és Isten megengedi azt, hogy nehézségeket is megtapasztaljunk. Vagy igen, talán sokszor az, hogy úgy érezzük, hogy nyerekbe vagyunk, és minden rendben, és pont akkor megint meg fogja engedni azt, hogy legyen valami nehézség, valami buktató, hogy újra rádöbbenjünk, hogy újra vissza kell mennünk hozzá. Tehát, hogy... Arra te emlékszel? Először is, bocsánat, az első kérdés. Van ilyen, hogy ártatlan füves cigi? Ez csak egy ártatlan füves cigi. Hát én, aki ezt így végig lépkedtem, én ebben nem hiszek. Tehát, hogy igen, én is, amíg benne voltam, vallottam ilyeneket, hogy a könnyű drogát, az nem is drog, meg dohányoznak, az tulajdonképpen súlyosabb, mint a füves cigaretta, hogy igen, akkor miért nem legalizáljuk, meg hogy akkor a bűnözés. Az alkohol, mennyi alkoholista, ezt szokták mondani, hogy 1 millió alkoholista van, és akkor most, mit tudom, miért a drogosokat bántjuk. De igazából én ebben nem hiszek. Én nagyon ebben én igazából ebbe sem, hogy könnyű és kemény drog. Tehát, hogy én emlékszem azt, hogy lelkileg én már a könnyű drogoktól is egy olyan függőségi állapotban voltam, ami hát elég sok mindent kimerít. Tehát, hogy onnantól kezdve nekem teljesen tönkre ment az életvitelem, és csak az úgymond könnyű drogoktól. Tehát, hogy
De ez már rögtön egy ilyen, mert így mondtad rögtön, hogy ez a másik oldalnak, a gonosznak a csábítás. Tehát, hogy ez azonnal egy megkötözöttséget okoz, mert az is nagyon érdekes, ahogy hallottam, hogy te amikor elkezdted, akkor így templomba besetetted a lábadat 15 évig. Tehát, igen, hogy ez vajon véletlen, hogy ennyire egybefügg ez a két dolog, hogy ez... Most kicsit még így ezt jut eszembe, hogy nem törvényszerű, hogy mindenkinél egyből kialakuljon így a függőség. Így azt gondolom, hogy ez is kicsit ilyen emberi adottság, vagy én tudom magamról, hogy fokozottan érzékenyek, meg sérülékenyek vagyunk, ez talán így valahol az egész családra jellemző, és az ilyen embereknél ez nagyon gyorsan bekövetkezhet, hogy ez így kialakul. Igen, az én életemben valóban így volt, hogy ahogy ezeket így szépen lassan beengedtem, úgy iktattam ki mindent, hogy se templomba járni, szentségekkel élni, már a családra se voltam együtt, hogyha lettek volna ilyen közös ima pillanatok vagy alkalmak, de hogy aztán az egész család így belekerült egy ilyen, hogy így minden így elmaradozott. Arra emlékszel, hogy mi volt, hogy édesapád elmesélte a saját tapasztalatát? Emlékszel, hogy mi volt az a vágy, vagy élmény, vagy külső nyomás, amikor elszívtad az első füves cigédet? Hát igen, valahol nekem is. Tehát, hogy sokszor benne van ez, hogy így akkor éppen milyen társaságban mozog az ember, vagy hogy hová szeretne tartozni. Mint ahogy mondtam, nekem az egy meghatározó pont volt, hogy ez a két valóságot láttam, és hogy nem tudtam magam hova tenni, és egy ponton sokkal csábítóbb volt a világi. Igen. Talán pont azért, mert nagyon sokáig egy közösségben éltünk, és hogy bizonyos dolgokat én így nem láttam, vagy hogy így egy kis burokban éltünk, és amikor ebbe egy teljesen beleszabadultam, főleg így iskolában, általános iskola, meg aztán későbbi középiskolák, akkor találkoztam egy olyan valósággal, ami akkor fiatal lázadóként nagyon csábítónak tűnt, és igen, én is akkor azt éreztem, hogy a kortársaimhoz szeretnék tartozni, nem a szüleimhez, vagy az ő általuk képviselt közösséghez, hanem inkább olyan fiatalokhoz, akik olyanok, mint én, akik szintén lázadnak, akik ilyenek, meg olyanok, hogy ezt a zenét hallgatják, meg így öltözködnek, hogy tehát akkor nekem ezek voltak szimpatikusak, és akkor az a közeg, amiben tartoztam, ott ez nagyon jelen volt, hogy bulizás, italozás és kábítószerezés. De ez egybefüggött azzal, hogy akkor már egy kicsit megbicsaklott a ti életetek? Tehát, hogy te neked a felelősség tudatod az ott volt első pillanattól kezdve, hogy te elkezdtél lecsúszni, és ez a fiadat is magaddal rántottad? Ez párhuzamosan zajlott? Ez párhuzamosan zajlott. Tehát, hogyha időrendben rakom, akkor igen, volt egy nagy szabadulásunk, egy nagy Istennel való találkozás, és egy Istennel való szoros élet. Most éppen pont így alakult az életünkben egy 10 éven keresztül, aminek része volt, hogy a 8-bodóság közösség Magyarország indulásánál ott voltunk, együtt voltunk kortársainkkal, akikkel egy imacsoportból átlépve vagy alakulva elindítottuk 88-ban a Magyarországi 8-bodóság közösséget, előtte a katonaatya által irányított budapesti karizmatikus megújuláshoz tartoztunk, ahol tényleg szintén egy csomó fantasztikus dolgot átéltünk, de ahogy el kellett jönnünk a közösségből, ami nem a mi döntésünk volt, és végül úgy alakult, hogy visszamentünk szülővárosunkba, Hódmezővásárhelyre, amikor a gyerekek ilyen földcseperedőben voltak, akkor ott olyan törés, megbicsaklás volt meg számomra lelkileg, amit nem tudtam hogy feldolgozni, mint hogy a így mondom, a régbe vált módszerhez nyúltam. Tehát igazából, ami nem old meg semmit, de valahogy mégis... És arra emléksz, hogy hogyan hitegeti magát ilyenkor az ember, hogy hát ez most csak nem... És ugyanazok a hitetések jöttek elő, akkor már ugye 31 néhány éves fejjel, mint 20 évesen, tehát hogy ez most csak egy kis szorongás oldás, most egy kicsit jobban érzem magam, de majd összeszedem magam, és akkor újra. De ez egy olyan spirál, azóta már sokat tanultam az alkoholról, függőségről, hála jó kis szigetvári terápiának, hogy olyan spirál, ahol nagyon hamar ott találja az ember magát, mint 10 évvel az előtt, vagy amikor tényleg letette. Azt mondjuk így a
függőségeinkkel kapcsolatban, hogy az mindig nagyon közel van. Ugye az alkoholisták, ugye a gyógyult alkoholisták is azt mondják, hogy a pohár az mindig egy karnyújtásnyira van, mert hogy lehet visszaesni. Fantasztikus élményem, hogy miután visszacsúsztam az alkoholizmusba, ami szintén egy 10 éves periódus, szóval igazából azt nehéz még így utólag is úgy, nem is tudom, hogy mondjam, elfogadni, vagy belegondolni, hogy hogy tarthatott eddig, hogy újra az alkoholt választottam, mint probléma megoldás, de közben munka alkoholistává is váltam, rengeteget dolgoztam, és amikor feleségem ultimátum elé állított, és elmentem egy terápiára, ahol egy önéletrajzot kellett írnunk, akkor voltam 45 éves, 44 éves, akkor szembesültem azzal, hogy mi történt a családommal. Mert amikor iszol, meg dolgozol, mint a gép, valahol az van, hogy mégis biztosítasz nekik dolgokat, de nem tudtam rálátni ezekre a dolgokra, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hihetetlen dolgokra képes a függő ember, hogy a saját életére való tisztán rálátástól elmenekülni. Ez van érdekes, mert írtad, hogy az Erika feleséged, ő is depressziós lett közben, meg hogy esett szét, tehát mi történt az ima életetekkel, mi történt a szóval, hogy én azt nem értem, hogy ilyenkor az ember egyre jobban bezárul, egyre jobban nem látja, hogy a környezetét nem tud szeretni, tehát hogy a szeretetre még képes vagy így. Alkoholistaként, drogosként? Vagy csak a formák megmaradnak? Azokat az ember csak egyre inkább... Hát először még az volt, hogy talán a formák még voltak, még eljártunk vasárnapi misére, vagy bizonyos, még így fölbukkantak ezek a dolgok is, de főleg aztán miután gazdálkodással kezdtem foglalkozni, ahol már hétköznap, hétvége így egybemosódott, így ezek is elmaradtak. Hát igen, képes, vagy jó, akkor én másokról nem beszélek, magamról beszélek, hát képes volt teljesen törlődni az életemből. Tehát nekem mikor 10 évvel utána az Erika ultimátumára elmentem egy terápiára, még az se egy 5 perc volt, hogy ott találtam magamat, de ott kattantak vissza a dolgok, hogy ez nekem mind megvolt, és most ezt vissza lehet térni. Inkább az a tanítás nekem ez a hosszú 10 év alatt, amikor visszaestem, és újra mélypontokra kerültem, egy olyan mélypontra, ami még lehet, hogy mélyebb volt, mint fiatalon, hiszen már családos ember voltam, sok mindenkit tönkremeltett körülöttem, nem csak a családomban, más emberi kapcsolatok is nyilvánvalóan, hogy azért is tartott ilyen sokáig, mert nem tudtam, vagy nem volt hova fordulnom segítségért, vagy képtelen voltam segítséget kérni. És már csak akkor kértem segítséget, amikor az a bizonyos ultimátum elhangzott otthon. De akkor ilyen érdekes, hogy mindjárt tudtam, hogy hova kell menni. Meggyőződésem, hogy a feleség mentik meg a fejdeiket, nagyon sok fejdeiket. Igen, most itt tartunk Szent Ágoston, volt, vagy van ma. Pont, igen. Egyébként milyen érdekes, tehát csak annyit ahhoz, hogy én is tulajdonképpen akkor adtam abba a dohányzást, amikor az édesapám. Tehát, hogy ő 60 évesen, én meg nem is tudom, hány éves voltam akkor, de hogy 20 nem tudom, 2005, és a mai napig isteni csodának tudom be, és még talán néhány évvel ezelőtt is voltak olyan rémálmaim, hogy visszaszoktam, és akkor hiszem meg, és ez az összes kínlódás, ami eddig volt, ennek semmi értelme nincs. De hogy ezek gondolom, ezek valami azért olyan kapcsok, meg olyan, amik nehezen fogunk tudni beszélni, meg nem tudjuk ezeket föltárni, de hogy ezek léteznek így a családon. Igen, de nekem is a 10 év mélyrepülés végén, vagy azt véget érve, vagy oda visszanézve, azért egy biztató, hogy legalább tudom mondani másoknak is, hogy mindegy, hogy mennyi ideig tart a rossz, mindenhonnan ki lehet jönni, föl lehet állni. Látszik a fény az alagút végén, bárhonnan. Csak azt nekem is, de van, aki már nem képes rá keresni, akkor van szükség segítségre. Igen.
És hogy lehet feldolgozni, mert ez a 10 év a gyerekek életében, ez valami botrányosan sok, szóval egy kisgyerek, amikor ahogy fölül meg minden. És picit specifikusabban a kérdést, hogy abból mit érzékeltetek, vagy te mit érzékelted, hogy az Áronnal baj van? Hát azt hát mondjuk tipikus az a helyzet volt talán, hogy amikor elkezdett füvezni, azt még nem vettük talán észre rögtön. Lehet, hogy... De nem ment templomba veletek, meg nem volt hajlandó imádkozni. Nem, az, nem. Az se tűnt föl. De azt nem kötöttem össze a füvezésre. Hát ilyen kamaszkori lázadás, lustálkodik, nem akar fölkelni a 8-as misére, vagy mit tudom én, de nem vettük észre mindjárt. Még az is lehet, hogy ha sejtései van az embernek, akkor is nem akar a legrosszabbra gondolni, vagy talán ez a legrosszabb. De amikor meg már észrevettük, vagy tudatosult bennünk, akkor meg olyan eszköztelennek éreztem magamat. Hát egyrészt, hogy én is visszacsúsztam, most akkor hogy álljak elő az ellenkezőjéről prédikálni. Másrészt az annyira hihetetlennek tűnt, hogy ide keveredett, hogy azt sem tudtam, hogy hova tudnék fordulni ezzel a problémával. Vagy, és persze sok mindent nem láttam abból, amit ő él. Egy ilyen karizmatikus múltál, meg egy ilyen, amikor tényleg az Isten dicsőítésében éltetek egy évtizeden keresztül, hogy ez teljesen törlődik, hogy akkor ez az egész, hogy Istenbe kapaszkodunk, hogy Isten dicsőítés, és mindent Istentől kérünk el, hogy akkor ez így kész, ez így elmúlik, mint hogyha sose lett volna, vagy hogy van ez? Hogy... Most ilyenre szeretnék én is, vagy így bennem is van egy gondolat így ezzel kapcsolatban, csak hát azt gondolom, hogy az ember marad, és tehát, hogy vannak olyan emberi tulajdonságok, amiben szerintem ez kicsit benne van, hogy gyarlók vagyunk, hibázni fogunk, és elesünk, és hogy ebből mindig tanulnunk kell, és mindig Istenhez kell visszatérni, de vannak olyan pillanatok az életben, amikor nem az az első gondolat, hogy Istenhez visszatérünk, hanem elesünk, és valami más megoldást keresünk mi magunk. Illetve az, hogy sokszor ezek az élmények így az időtávlatában kicsit így más fényt vesznek. Tehát, hogy történnek velünk csodák, de egy kicsit távolabb kerülünk időbe ettől, és visszagondolunk rá, és mi magunk is el fogunk gondolkozni akkor, hogy most ez valóban úgy történt, vagy csak a... És erre megint azt tudom mondani, hogy ez így a másik oldalnak a különös játéka, aki szeretné elhitetni azt, hogy az nem is úgy történt, az nem is úgy volt, ez csak az én érzelmeim, meg beképzeltem, meg persze, mert így éltem, meg úgy éltem meg, szóval, hogy van egy ilyesfajta kísértés is, hogy bármennyiszer megtapasztaltuk Istent egészen csodálatos módon, így idővel, meg amikor itt távolabb kerülünk időbe ezektől a dolgoktól, akkor ott lesz ez a kísértés. Most tényleg úgy volt, vagy csak ezt én éltem, meg úgy, vagy úgy szerettem volna megélni, és hogy ez szintén egy nagyon, nagyon erős kísértés, és én azóta is elég sokszor hívnak mondjuk tanúságot tenni, és ezért is vallom azt, hogy elsősorban nekem fontos tanúságot tenni, tehát nem is az, hogy most ezzel esetleg másoknak reményt adhatok, vagy elmesélem a történetemet, bizony ez is fontos, de hogy elsősorban nekem magamnak, hogy igenis elmesélem azokat a pillanatokat, hogy én is újra emlékeztetem saját magamat, hogy igenis Isten belépett az életembe így és úgy, akkor és akkor, és hogy ezeket nem szabad elfelejtenem nekem se, mert ez ilyen emberi, hogy elfelejtjük, vagy másképp emlékszünk vissza, vagy és igen, úgy gondolom, hogy nem törlődnek ezek a dolgok, de hogy az idő távlatából vannak ilyenek, hogy úgy gondoljuk, hogy hát lehet, hogy nem is úgy volt, vagy csak mi szerettük volna úgy megélni, és nem tudom, én nekem most ezt igen, hát amúgy, hogy még visszatérjek, hogy én ezért írtam meg részbe ezt a könyvet, mert ugye, amiről most beszélünk, vagy abban most így keveredtünk a beszélgetés során, hát erről a Biblia. Kijön Izrael Egyiptomból, átmennek a Vörös tengeren, a csodák csodája, 10 csapás előtte, és egy darabig bolyonganak a sivatagban, már szidják Mózes, hogy azért hoztál ide minket, hogy éjjel halljunk, mert ott is jobb volt, ahonnan eljöttünk. Tehát, hogy ilyen könnyű elfelejteni a nehézségek idején, és igazából, ahogy Izraelt is ezt tartottam meg, hogy
állandóan emlékeztették magukat, ismételgették, hogy az ünnepek is ide nyúlnak vissza, hogy kijöttünk Egyiptomból, Ábrám, Izsák és Jákob Isten, a mi Istenünk, ami megtörtént Ábrámmal, Izsákkal, Jákobbal, az megtörténik a mi nemzedékünkkel, ahogy a Pészákkor a Széder estén a zsidó családapa elmondja, hogy igaz, hogy őseink jöttek ki Egyiptomból, de most mi vagyunk az a nemzedék, aki itt és most kijövünk Egyiptomból. Tehát, hogy fontos fölidézni azokat a dolgokat, amiket Isten tett felünk, mert bizony tényleg vannak olyan idők, a mi életünk is ezt tükrözi valamilyen szinten, hogyha ezt képesek vagyunk elfelejteni, és ez lehet, hogy a hátteredő bűn kapcsán van így az emberbe valahogy belekódolva, mert valóban én kérem és az olvasóimat, hogy írják le az ő történetüket, vagy az ő tanúságtételüket, mert egyszer egy Josip Loncsár lelki gyakorlaton voltunk, és ott a Josip elmondta, hogy miért fontos följegyezni azt, hogy mit tett veled az Isten, mert majd eljönnek olyan pillanatok az életedben, amikor az ördög el akarja hitetni veled, hogy ez meg se történt, és akkor ott bemutathatod neki, hogy dehogy nem, mert itt van leírtam, itt ledátumoztam, ez az én történetem is, hogy... Azt említetted, hogy amikor Szigetvárra mentél, ugye, és hogy az, akkor az egy ilyen pont, ugye, ami a második függőségi korszakból való kijövetelnek egy ilyen sarokpontja, fordulópontja. Ott hogyan találkoztál az Istennel? Hát igazából Istennel nagyon egyszerű találkozni, szerintem. Mindig más embereken keresztül találkoztam Istennel. Tehát mindig valaki megszólított, mindig valaki mondott valamit. Én nem is tudom, hogy most föl tudnék-e idézni. Jó, volt egy-két természeti csoda is, de az nem olyan jelentős számú ahhoz képest, ahogyan Isten megszólított, belépett az életembe valakin keresztül, amit valaki mondott, lehet, hogy csak egy mondatot, lehet, hogy két mondatot, és... Hát így kerültem el a szigetvári terápiára is, ahol egy nagyon speciális, de nagyon hatékony módon lehet gyógyulni, ami nem véletlen szintén fél év, minimum fél éves a terápia, mert nem lehet ebből gyorsan kijönni. Ja, ma szeretjük a gyors dolgokat. Én is, amikor elmentem a terápiára, volt olyan hozzátartozom, aki azt kérdezte, hogy ott milyen gyógyszert fogok kapni, hogy mielőbb hazajöhessek. Hát mondták, hogy ott nem lesz gyógyszer, és nem fogok mielőbb hazajönni, mert át kell alakulni gondolkodásba, viselkedésbe, reagálásokba ahhoz, hogy azt az isteni kegyelmet, ami elindít, hogy elkezdjem ezt a terápiát, az meg is tudjak maradni. És az egy sarokpont volt, ott az osztályvezető főorvosnő volt a személyes segítőm, hogy minden függőséggel küzdő sorstársunknak volt személyes segítője a terápián, akivel eljutottunk a terápia harmadik lépéséhez, aminek az volt a lényege, hogy csak Isten tud megmenteni ebből a függőségből, és fölépítem a vele való kapcsolatot. És akkor mondtam a főorvosnőnek, hogy hát ez nehéz lesz, mert én már voltam nagyon közel Istenhez, és most nagyon távol érzem magam tőle. És konkrétan úgy érzem, hogy Isten elhagyott. És akkor csak annyit mondott mosolyogva, hogy dehogy hagyta el az Isten magát, Ferenc. Maga hagyta el őt. Éppen ezért könnyű lesz visszamenni. Csak meg kell fordulni, és vissza kell menni oda, ahol már egyszer volt. És ez egy olyan mondat volt, hogy napokig nem tudtam aludni ott a kórházba, mert ez motoszkált benne, hogy ilyen egyszerű volna. Csak visszamegyek oda, ahol már voltam, visszakaphatom azt a kapcsolatot, ami már megvolt. Ja, hihetetlennek tűnt. Akkor meg miért vergődtem 10 évig? De mégis ez volt egy olyan sarokpont, amit azóta is egy fontos elemének érzek így a gondolkodásomban is, hogy ha elestem is, vagy valami nehézségbe vagyok, hogy megvannak azok a pontok, támpontok, ahol csak vissza kell menni, mert Isten mindig ott van. Ott van, ahol én vagyok. Nem távol van, nem messze van, nem az, hogy elhagyott engem, meg én olyan messze szaladtam tőle, hogy már nem is tudom, mennyi időnek kéne eltelni. Azonnal ott egy-két nap alatt visszajöttek a régi imádságok, a régi énekek, a régi érzések, amik vele kapcsolatosak voltak.
ott egy egyszerű kórházi terápia. Ez azért fantasztikus, amit mondasz, mert nagyon sokan, magam is, meg rengetegen van, harmosok vagyunk megélni azt, hogy valami után már nem olyan lesz az életem, mint amilyen eddig volt, és azt teljesen elvesztettem, és de az Isten kapcsolatban is élhetjük ezt meg, hogy soha többé készpassz, nekem elveszett ez az Isten kapcsolat, és akkor tessék, és vissza lehet kapni. Igen, teljesen vissza lehet kapni, meg hát így függő lélekként, vagy gyógyult függőként még inkább érzékeny vagyok ezekre a bibliai történetekre, példabeszédekre, ugye a szőlőmunkások példabeszéde, hogy a utolsó órába is lehet jönni. Sosincs késő. És ugyanazt a jutalmat kapod. És Áron, te el tudnád mondani ezt a pillanatot, amikor megérintett az Isten téged, és utána azt mondtad, hogy már pedig akkor bevonulok a csenákolóba, és elkezdett a csenákoló téged vonzani. Igen, ez a Miriam Hugomnak az esküvője volt. Ott is igen, így nagyon sok minden hozzátartozik, tehát, hogy még tinédzserként ugye otthon laktam, amikor beleestem ebbe a függőségbe, aztán nagyon rosszul alakult az életem, és a szüleim sem tudtak velem mit kezdeni, tehát ők is egy ponton azt mondták, hogy akkor vagy elmegyek otthonról, vagy változtatok az életemen is. Hát azt hiszem, akkor már ugye volt munkám, akkor dolgoztam, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor én nem változtatok semmin. Tehát ilyen abszolút ilyen önfejű büszkeség volt bennem, hogy hát igen, hogy ők is mit mondanak nekem, mikor én is ezt gondoltam, hogy hát egyáltalán nem jobbak, mint én, sőt, én jobb vagyok, majd jól megmutatom nekik, meg jól megmutatom mindenkinek, én azt csinálok, amit akarok, nekem nem mondja meg senki, pláne a szüleim, hogy mit kell tennem. Tehát, hogy ilyen gondolatokkal voltam teli, és akkor így eljöttem otthonról, és onnantól kezdve következett ilyen jó 7 év, hogy külön éltem, így megvoltak is munkám, de hogy tehát, hogy így valahogy így elevickéltem, de hogy az életem az csak a kábítószer függőségről szólt, és az összes pénzemet és annál többet is, tehát mindent így erre áldoztam, erre vertem el, és akkor meg is ismerted ezt az egész szubkultúrát, ugye? Igen, hát, hogy igen, benne is voltál. Igen, abszolút. És ott nagyon barátok vannak? Vagy nincsenek. Nincsenek. Én azt hittem, hogy vannak, persze, igen, én is vágytam barátokra, társakra, és amikor ebbe belecsöppentem, én azt hittem, hogy most fú, milyen menő és laza közegbe tartozom, és hogy mennyi barátom van, de amikor egy ilyen dolog, vagy anyagiak, vagy kábítószerek vannak a központban, akkor nincs igaz barátság, és ezt én is nagyon hamar megtapasztaltam, hogy csak addig vannak barátaim, amíg nekem is van pénzem, vagy van anyag a zsebemben, akkor sokan vannak körülöttem, és amikor nincs semmi, és keresem ezeket a társakat, barátokat, akkor nem fogom őket megtalálni. És amikor ezzel szembesültem, akkor viszont nagyon magamra maradtam, mert nagyon bezártam, nem tudtam bízni senkiben, és talán ez az egyedül lét is, azt az egyedül létet is igazából még több szerrel, meg hogy különböző szereket használtam egyszerre, meg az adagokat növelni, akkor azt gondoltam, hogy az lesz a megoldás, de hogy már így nem voltam jól. És akkor így, mielőtt eljutottam volna a csanákhoz, az utolsó 2 év, akkor így valami volt, így éreztem, hogy nem vagyok jól, éreztem, hogy ez az út, ami járunk, ez nem vezet sehova, akkor voltak már ilyen extrém helyzetek, hogy így történt velem valami, így mentőt kellett hívni, és akkor így igazából így nem is nagyon volt kapcsolat a szüleimmel, mégis édesapámat kellett fölhívnom, hogy hát be kéne vinni a mentőkre, mert itt összeestem, meg érzik a fejem, meg nem tudom mi van, tehát hogy voltak ilyen egészen extrém helyzetek, de hogy még akkor is így megijedtem, és azt gondoltam, hogy nem fogok anyagozni, egy napig tartott, tehát hogy ezekben nagyon mélyre tud süllyedni az ember, és de hogy valahol így az utolsó 1-2 évben így éreztem, hogy ez így nem lesz jó, így váltani kell, és így mozgott is bennem valami, néha-néha valamiért így elővettem egy Bibliát, tehát hogy volt valami bennem, tehát hogy Isten egyébként így dolgozott az a rengeteg sok ima, amit a akkor család... mostromoltuk az eget az Áronért, ez már a terápia után van, ez a második úgymond Isten kapcsolatunk elindulása után van ez az időszak, amiről beszél. És akkor ez volt a meghatározó pont, hogy édesapám meglátogatott, és mondta, hogy már lesz a Miriam esküvője, és hogy szeretnék-e jönni. Hát első gondolatom az volt, hogy nem szeretnék, igen, meg akkor is ez volt, hogy hát már 15 éve nem voltam templomban, vagy biztos, hogy nem fogom jól érezni magam, meg miért is mennék, de aztán persze ez így dolgozott bennem, hogy hát mégiscsak a húgom esküvője, most az egész család ott lesz, most milyen az, hogy pont én nem vagyok ott, és akkor valahogy mégis így alakult, hogy
ez kicsit ilyen banális, de hogy így hónap végén volt az esküvő, én általában egy hónap végére elvertem az összes pénzemet, és akkor éppen akkor így 2-3 napja így tiszta voltam, tehát kicsit tisztább fejjel voltam, viszont úgymond így az elvonásért is küzdöttem, és akkor így jött el az esküvő napja, és hogy Isten kihasználta ezt, hogy talán egy picit így nyitottabb vagyok, vagy és a húgom esküvőjén ez egy nagyon, nagyon megrendítő találkozás volt az egész családdal, magával a 8 boldogság közösséggel, tehát hogy találkozni azokkal a nővérekkel, akik ilyen egészen kicsi korom óta ismertek engem, és hogy valahol ez is egy ilyen nagyon erős élmény volt számomra, de azt hiszem, hogy konkrétan egy a nászmise alatt, tehát hogy egyszerűen éreztem Isten jelenlétét. Tehát, hogy amennyire én féltem attól, hogy fogom magam érezni a templomban, azzal szemben, amikor megérkeztem, olyan volt, hogy tehát, mintha hazajöttem volna. És hogy hallani azokat az imákat, azokat az énekeket, amik gyerekkoromban emlékeztem, és utána valahogy ilyen személyes élmény is volt, egy ilyen megtapasztalás bennem, hogy akkor valahogy így nyitottabb voltam, és tényleg úgy éreztem, hogy Isten van, és hogy nem csak hogy van, hanem itt van. És valahol belül így ezt éreztem, hogy ezt mondja, hogy hol voltál, én már nagyon régóta vártalak. És ez olyan erős és meghatározó élmény volt ott is akkor számomra, hogy így éreztem azt, hogy nekem is ez lehet az egyetlen út, ami segíthet kiírnom a függőségeimből. Így bennem volt az is, hogy itt vagyok 30 évesen, én akkor már ezt gondoltam, hogy ezt is, azt is, ezt el kell érni 30 évesen, és ebből semmit nem értem el, nincs semmim, csak a 15 éves függőségem, és de hogy csak ha Istenhez megyek, akkor lesz kiút vagy megoldás, így gondoltam, így éreztem, és ez is egy ilyen kezdeti kegyelem volt, amit akkor el is mondtam a szüleimnek, hogy hát érzem, hogy valami történt, de félek attól, hogy el fog múlni, és onnantól kezdve nagyon gyorsan alakultak a dolgok, onnantól kezdve egy pár hónapon belül jött ez a medjugorjei zarándoklat, ahol meg a csenákoló érintett meg annyira, hogy én arról a zarándoklatról már nem is jöttem haza, hanem ott maradtam és beléptem, és akkor később még viccesen ezt mondtam, hogy akkor kezdődött az a 6,5 éves zarándoklat így a csenákoló közösségben, ami aztán segített így egy olyan önismeretre is szert tenni, meglátni azt, hogy mik voltak azok a pontok, ahol nagyon, nagyon így félre csúszott az életem, illetve ami megtanította nekem azt, hogy hogyan kell helytállni. És ott is voltak nehézségek, ott is voltak buktatók, ott is megéreztem ezt a kezdeti kegyelmet az ima életben, ott a csenákolóban nagyon sokat imádkozunk, napi 3 rózsafűzér, szentségimádások, misék, imaalkalmak, és hogy ennek szintén volt egy ilyen varázsa az elején. Aztán évek után emlékszem, hogy volt, hogy mentem a kápolnába, és nem éreztem semmit. És akkor, hogy miért van ez? Tehát, hogy Isten ott is megengedte, hogy szembesüljek ilyen nehézségekkel, lelki szárassággal, és hogy ott is csak az segített, hogy éreztem azt, hogy ki kell tartani. És hogy kitartottam, és hogy ott az egész közeg egyébként ilyen megtartó, és annak így meglett a gyümölcse, hogy akkor is kitartani, amikor úgy érzem, hogy igazából nincs értelme, vagy nem érzek semmit, vagy itt van egyáltalán Isten, hallja az én imámat, vagy hall engem egyáltalán valaki, de hogy valahogy persze ott egy ilyen támogató közegben ez kicsit könnyebb volt, így kitartottam, és ennek meglettek a gyümölcsei. Viszont azóta is egy nagy küzdelem számomra, tehát hogy amióta kijöttem a közösségből, és innentől kezdve is nagyon sok csodát tapasztaltam meg, hogy megismertem a feleségemet, és hogy most család lesz, családunk lesz, hogy bent ezért imádkoztam, és el sem tudtam képzelni, hogy ez hogy fog megvalósulni, de kijöttem, és érzem azt, hogy nagyon sok személyes küzdelmet élek meg azóta is, vagy élünk meg közösen is, és azt gondolom, hogy nem könnyű, de hogy erről tudok tanulságot tenni, hogy Isten ott van, és minden megad neki. Te hány évet voltál benne a csenákolóban? 6,5 éven. Na, nagyon hálásan köszönöm azt, hogy eljöttetek ide hozzánk, és elfogadtátok a meghívást, és elbeszélgettünk ezekről a tényleg az egzisztenciákban létünkbe érintő kérdésekről. Önöknek, nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek honlapján, valamint a közösségi média felületeiken. A hit hallásba fakad.